A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, önök a Közéleti magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A házasság hetét ünnepeljük. Versenyképes szakmákat oktatnak Dunaföldváron. Közel 1 millió műszaki nélküli autó van az utakon. A házasság hete rendezvény sorozatot minden év februárjában tartják, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. Hazánkban a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el 2008-ban. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé tehetik a közös életet. Ők a Janó házaspár. Attila és Valéria 20 éve élnek házasságban és 4 gyermeket nevelnek. Mint minden kapcsolatban az őikben is voltak hullámvölgyek, de azt vallják mindketten, ezeken túl kell lendülni és tanulni kell belőle. Mindketten hívők, ami saját bevallásuk szerint sokat segít a mindennapjaik megélésében. Számomra azért volt fontos a szentségi házasság, mert sokkal nagyobb erőnek tartom. Természetesen egyenértékű valamilyen szinten a polgári házasságot, de számomra az egyházi szertartás, az egyházi esküvő, az egy katolikus szertartás, az sokkal mélyebb, sokkal érzelmesebb, és sokkal, tehát nagyon erős kötelék. Nyilván minden házasságban vannak hullámvölgyek, vannak szép, mézes, mázas, cukorkás napok is, de vannak, amikor ugye nehézségek vannak nálunk is. Inkább az, hogy de nem csak akkor jegyes oktatás van, hiszen ugye rendszeresen a templomba járunk, hogy vasárnaponként ugye ott vagyunk a Szentmisén, hogy amit hallunk, amit megélünk a hitünkben, nyilván egymással szemben is úgy próbáljuk, tehát amit a Szentírásban hallunk, amit a templomban hallunk, azt próbáljuk apró pénzre váltani itthon. Tehát ha ilyen szempontból, igen. És szerintem mindegyünk arra törekszik, hogy ami elromlik, azt javítsuk, ne dobjuk ki. Valijék baléti társaságában is az az általános nézet, hogy nincs baj a házasság intézményével. Tapasztalataik alapján egyre többen választják az együttélésnek ezt a formáját, szemben a néhány esztendővel ezelőtt tapasztalható tendenciákkal, amely arról szólt, minek a papír, lényeg, hogy jól legyünk egymással. Személyes példát szeretnék erre mondani. Barátaink, és ők együtt élnek, és volt többször már közös programunk, és kívülálló mondta, hogy mi látszik, ahogy egymással beszélünk, ahogy egymáshoz közeledünk, hogy mennyire összetartozunk. Ők, akik hasonlóan annyi éve vannak együtt, vagy közel annyi éve, inkább olyan barátoknak tűntek. És ezt nem én fogalmaztam meg, hanem mondom, rajtam kívül állók, hogy egész más, ahogy mi egymással viszont, ahogy egymással nézünk, ahogy egymáshoz érünk, öleljük egymást, mert az fontos, mint ők például. Féri Attila azt mondja, a házasság hetének rendezvényein való részvétel erősebbé tette a köteléket kettőjük között. Isten igazából biztos, hogy mélyebbé tette a kapcsolatunkat. Ugye volt ez a holtodiglan, ezen részt vettünk, ez egy ilyen házas hétpróba, amin különböző, hát egy játékos vetélkedőszerű dolgok voltak, és Isten igazából persze kicsit közelebb vitte egymáshoz, tehát mit tudom én, volt ilyen, hogy ki kellett választani azt a ruhát, amit ő visel, vagy ő lerajzolta azt, hogy én mivel foglalkozom, ki kellett találni, hogy ki, tehát lerajzolták a lányok, hogy kinek a férje mivel foglalkozik, tehát kicsit, hogy mondjam, tehát azért közelebb vitt egymáshoz. Attila véleménye szerint minden családnak, függetlenül attól, hogy ez hivatalosan meghirdetett program-e vagy nem,
kell házasság hetét tartani, amikor jobban odafigyelnek egymásra. Mert biztos, hogy erősíti valamilyen szinten a két ember közötti kapcsolatot, tehát leülnek, megbeszélik, vagy elmennek egy kávézóba, vagy esznek egy sütit. Tehát biztos, hogy lehet egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz. De hogy az most mindenkinek lehet ajánlani, valaki hisz ebbe, valaki nem. Tehát én úgy gondolom, mi hiszünk benne, hogy most más mit mond erre, vagy mennyire alkalmazza, de ajánljuk mindenkinek természetesen. Az, hogy az emberek leülnek, átbeszélik a múltat, átbeszélik a jövőt, mit szeretnénk, hova szeretnénk eljutni, tehát ezt le kell ülni, és meg kell beszélni. Hogy hiszem azt, hogy ez segít? Igen, tehát a kommunikáció ilyen formában biztos, hogy segít egy kapcsolaton, főleg, hogyha mondjuk adott esetben mély ponton van. A házasság hete az nem csak arról szól, hogy én, mint házasságban élek, és ott vagyok a férjemmel, és akkor magunk vagyunk egy kis elszigetelt csapat, hanem hogy találkozom más házaspárokkal, más családokkal, és beszélgetünk, és akár a felmerülő problémákat is, vagy örömöket is meg tudjuk egymással osztani, és érezzük, hogy nem vagyunk egyedül ebben. Én nagyon szeretem például a házasság hetének azt a részét, amikor a házasok megáldása van. Olyankor a templomban ott sorakozik több házaspár, 60, 70, 80 is akár, és megerősítjük évről évre a házassági fogadalmunkat. Tehát, hogy most is igen mondanék neki, mindenki, aki ott áll, akkor úgy áll ott, és azzal a lélekkel, hogy én most ugyanezt tenném, és ugyanúgy neki mondanék igent. És minden évben megerősítjük a házassági fogadalmunkat. A házassági fogadalom letétele többféleképpen történhet, a párok igénye szerint. Ám akármekkora is az ünnepség, az igen kimondásai hivatalosan az anyakönyvvezető előtt kell, hogy megtörténjen. Aki a folyamatokat igazán látja, Parag Ferencné, a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal anyakönyvi osztályának vezetője, aki maga is több mint 4 évtizede házas. Azt mondja, folyamatosan nő a házasságok kötött száma. Hogy ennek mi az oka, hogy a házasság hete befolyásolja, nem tudjuk, vagy a kormánynak a családpolitikai intézményei, de az előző években évi 200 esküvő volt, és most örömmel mondhatjuk, hogy Szekszáron évente olyan 300 körül van az esküvők száma, és aránylag eloszlik, tehát nem csak a nyári kedvelt nagy hónapokban vannak esküvők, hanem ugyanúgy van januárban, februárban és a decemberi hónapokban is. Nagyon lecsökkent a nagyon nagy lakodalmak száma, inkább az emberek kisebb esküvőket tartanak, és így a városházán is megnövekedett a kisebb szertartásoknak a száma. A házasság hete, ennek én személy szerint nagyon-nagyon örülök, és amióta tart közel 10 vagy 15 éve, én figyelemmel kísérem. Egy nagyon-nagyon hiánypótló dolgot tölt be ez a házasság hete, mert őszintén beszélnek hiteles emberek a házasságról, a házasság szép oldaláról, de ugyanakkor fölvállalják a házasság gondját és problémáját is, és utat mutatnak azoknak az embereknek, akik esetleg válsághelyzetben vannak, hogy igenis kezelhető a házasság, csak bizalom kell, és ki kell tartani egymás mellett. Ez azért is nagyon fontos, mert mi azt látjuk, hogy a mai fiataloknak nincs megfelelő példa. Tehát ezek a fiatalok nagy része is elvált csonka családokba nőttek föl, igazán nincs példa, tehát nem tudnak mutatni, és a Sas Erzsi volt kolléganőmmel, aki nagyon sokáig anyakönyvvezető volt, beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen nem is oktatják sehol, hogy felkészítenék a fiatalokat, hogyha összeházasodik, akkor mi vár rá. És ha nincs egy példa, meg azt se tudja, hogy mi vár rá, sajnos akkor ő ugyanazt az utat fogja követni, hogy el fog válni, és hamar föl fogja adni, vagy inkább összesen házasodik. Hogy mi a házasság lényege, nehezen fogalmazható meg. A sztereotípiák nyilván élnek, a párban élés előnyeiről, az egymás iránti hűségről, a pár támaszáról, a családról, a háttérország meglétéről. Az ember társas lény, nem magányra született, és mindenki társra vágyik. De egy olyan társra, akibe megbízhat, aki őszinte szövetséges lesz neki egy egész életen át, és szerintem ez csak a házasságban találja meg az ember. Én személy szerint
ebben az épületben kötöttem házasságot 1980. május 24-én. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból egy hiteles ember vagyok, és az esküvőkön is arról beszélek, ami a saját példám is, és igenis, sok kompromisszumra, sok türelemre van szükség, és a másik, hogy igenis, tudni kell bocsánatot kérni, és nagyon sokszor el kell mondani a társunknak, hogy szeretjük, és ezt be is kell bizonyítani. A házasságról mindenkinek megvan a maga véleménye. A szép dolog. Több mint 50 évet éltünk együtt. Kibírtuk, néha nehezebb, de azért kibírtuk, úgyhogy... Így szép dolog, ha megünneplik. Az én nagyanyám mondta azt, hogy mindig egyszerre csak egyiknek szabad haragudni, mert akkor a másik eltűri. 6 éve, és a feleségem tartotta fontosnak. Nem, viccelek, én is fontosnak tartottam. Szerettük egymást, és így gondoltuk, hogy tovább lépjen a kapcsolatunk, följebb léptünk egy szintet. Ennyi. Mi már öregházasok vagyunk, több mint 40 év. Gombozból is sok. A hosszú házasság titka, az egymás megértése, meg az a hülyesége elviselése. Tehát ha hülyét csinál, akkor valahogy el kell viselni. Térjünk vissza Janóékhoz. A családban rendszeresek a közös foglalkozások, az együttzenélés, a közös filmnézés, a kirándulások. Vali létrehozott egy házasság hete csoportot a legnagyobb közösségi oldalon, ahol pillanatok alatt 100-nál több követője lett. Azt mondja, nem hitte a személynek, hogy gyűlnek a pártoló tagok. Véleménye szerint ez is mutatja, hogy mennyire érdekes téma maga a házasság. Vali az iskolában, ahol tanít is, megkérte a gyerekeket, rajzolják le, mit jelent a házasság vagy a szerelem. Közben azért beszélgettünk és elmondjuk, hogy ez miért fontos, hogy milyen jó, hogy ezt látod, és hogy milyen jó érzés az. Ott egymás között, most ugyan nem, de ha megfogják egymást kezét például, amikor mennek ebédelni, vagy egy játéknál megölelik egymást, vagy egy mondókánál, hogy milyen fontos, hogy elmondják egymásnak, hogy én téged azért kedvellek, mert, hogy azért szeretlek, mert, hogy ez nekem most nem esett jól. Tehát nyilván ott rögtön kezeljük az iskolába ezeket a helyzeteket. És igen, tehát amikor egy kisgyerek olyat rajzol, hogy szívecskébe belerajzolja az egész családot, vagy hogy a mennyasszonyt, a vőlegény emeli át a küszöbön, vagy az ajtó előtt, vagy hogy fogják egymás kezét, tehát hogy ez szinte majdnem mindegyik rajzon megjelenik. Szerintem ez olyan, mint a karácsony. Én is láttam, hogy az én anyukám hogy készül, hogy ő az, aki a csodát varázsolja oda, és én ugyanúgy igyekszem a gyerekeimnek a maga módján, tehát a csodát varázsolni, és ők, ahogy elmondják, hogy ez olyan jó, és hogy majd én is, úgy gondolom, azt látják, hogy én itt házasság hetét ünnepelek a férjemmel, és hogy süti van, és hogy olyan családi filmnézés van azokon a napokon, akkor hogy ne? Biztos, hogy nyomot hagy. Ezt viszik, remélem, hogy tovább viszik. A Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképző iskolájának egyik jelentős képzési irányát a gépészet ágazat adja. Talán azért is, mert az iskola vezetősége figyelemmel követi a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszik, hogy a diákjai a szakmaszerzés után a lakóhelyükhöz közel találjanak munkahelyet. Dunaföldváron és a környékén pedig mindig szükség volt gépész szakemberekre, úgy, mint szerkezett lakatosokra és hegesztőkre. Ezért ezeknek a szakmáknak az oktatása évek óta az intézmény fő profilja. Épp gyakorlati órán vesznek részt a Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképzőiskola gépész tanulói. Az intézmény egyik jelentős képzési irányát a gépészet ágazat jelenti, ami talán annak is köszönhető, hogy az iskola vezetése figyelemmel követi a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszik, hogy diákjaik a szakmaszerzés után lakóhelyükhöz közel is találhassanak munkahelyet. Dunaföldváron és környékén mindig szükség volt gépész szakemberekre, ezért a szerkezet, lakatos és a hegesztő szakmai oktatás évek óta az iskola profiljának a része. Slámer Gergő 10. évfolyamba jár. Elmondta, hogy nagyon tetszik neki, hogy az osztály, ahol tanul, kis létszámú, így a tanárok sokkal több figyelmet tudnak szentelni egy-egy diákra, jobban tudják segíteni őket a szakma elsajátításában. Igazán a gyakorlatai az nagyszerű, mindenben segítenek, próbálnak felkészíteni minket az önálló munkára,
hogy megálljuk a helyünket. Gergő azt is elmondta, hogy a gyakorlati helyen is jól érzi magát, minden segítséget megkap ahhoz, hogy a szakmát minél hatékonyabban el tudja sajátítani. Igazán maga megadnak mindig valami elemet, vagy meg kell csinálni adott embereknek tárgyat, például kerítést, oszlopokat, amiket le tudnak ásni. Slámer István, Gergő édesapja elmondta, hogy az iskola választáskor két komoly érvet vettek figyelembe. Az egyik az volt, hogy a suli helyben van, hiszen ők is Dunaföldváron élnek, illetve hogy az intézménynek nagyon jó híre van. Tulajdonképpen, amikor elindították ezt a fajta továbbtanulási lehetőséget, akkor nem is gondolkodtunk másba, hisz ismerjük a helyi tanárokat, az oktatókat. Nyilván megkönnyíti a gyereknek az odajutását, az érkezését biztonságba, és a gyermek is jobban lát, ha közelbe marad igazából. Gergő édesapja azt is hozzátette, mivel ő is szerkezetlakatosként dolgozik, örül annak, hogy a fiát is érdekli a szakma, és szívesen tanul tovább ebben az irányban. Ugye nyilván az én szakmai hátterem vagy világom tulajdonképpen késztette is ugye ennek a folytatására, aminek én örülök is tulajdonképpen, mert így ugye most egy picit az oktatásban, hát nem is picit, elég nagy nehézségek merültek fel ugye ebbe a mostani kialakult világba, pandémiába, és így azért nekem sokkal egyszerűbb volt a dolgom, hogy őt tudjam úgymond tanítani, oktatni, egy picit vinni ebbe a világba, és neki is megtetszett, tulajdonképpen ügyes is, tehát maga kézügyessége és a gondolatvilága is ugye elfelé vitte, és lehetőségünk lett ugye itt az iskolába tovább tanulni, és én azt gondolom, hogy ez így szerintem teljesen jó. A mai világban a kétkezű emberre szükség van. Tehát efféle szakmai irányokra, mint például akár egy szerkezetlakatos, egy hegesztő, egy gépész, egy asztalos, vagy ezek mindenféleképpen mindig kellenek. Másik része az, hogy én földvári malomba dolgozom, és ez egy nagyon-nagyon szép szakma. Tehát akár gépészetileg, akár egy lakatos szempontból hegeszteni, fémmel dolgozó, vagy egyéb más dolgokkal meg lehet tanulni, meg lehet szeretni, sőt meg kell szeretni, és meg kell tanulni. Németné Mártól Renáta igazgató beszélt arról, hogy a pedagógusok számára is sokkal könnyebb az idei tanévben a jelenléti oktatással tanítani a gyerekeket, mint az elmúlt két évben, amikor online kellett tanítani a diákokat. Elég mozgalmasan telik a tanév, azt gondolom, hogy két nagyjából majdnem egész évet átölelő online oktatás után azt, hogy most jelenléti oktatásban tudjuk folytatni, az elég mozgalmassá is teszi az évünket, és ennek nagyon is örülünk, mert azt gondolom, hogy a tanulóink számára az, hogy itt vannak, jelen vannak az iskolában, ez mindenképpen egy előny, hiszen nagyon gyakorlatorientált a képzésünk. Az új 9. osztálynak azért nagy váltás volt, azt gondolom, a 8. osztály után ez a másfajta képzés, hiszen projektoktatással megyünk, furcsa volt nekik először megszokni talán ezt a közeget, de azt gondolom, hogy azzal, hogy kis létszámban vagyunk itt ebben az iskolában, és kis csoportban tudunk velük foglalkozni, ezen a változáson elég könnyen át tudtuk őket segíteni, látni rajtuk, hogy szívesen vesznek részt a gyakorlati képzéseken, tehát sokkal motiváltabbak azokon az órákon, azokon a foglalkozásokon, ahol gyakorlati tevékenység folyik, mint mondjuk egy közismereti órán, úgyhogy ez, hogy a szakmai oktatás komplexen, projektoktatás keretében zajlik, ez egy pozitívum. Nem csak a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok jelentkezhetnek ezekre a szakmai oktatásokra, hiszen a részvételre felnőtteknek is van módjuk. 25 éves korig akár tanulói jogviszonyban, a fölött pedig felnőtt képzési keretek között. A tanulók oktatása az intézmény jól felszerelt tanműhelyében, majd duális képzés keretében vállalkozásoknál történik. Hamarosan nem lehet majd lejárt műszakival közlekedni. Az elmúlt közel két évben a veszélyhelyzet miatt nem volt kötelező meghosszabbítani a gépjárművek műszaki vizsgáját. Ennek köszönhetően viszont közel 1 millió autó közlekedik az utakon nem megfelelő műszaki állapotban. Közel 1 millió gépjármű közlekedhet az utakon lejárt műszaki vizsgával. Ezek között akadnak olyanok is, amiket már 3,5 éve nem látott szerelő. Hiszen azoknak a gépjárműveknek, amiknek 2020. március 11-e után járt le a műszaki vizsgájuk, már nem kellett meghosszabbítani az érvényességüket a veszélyhelyzet miatt. Azonban ezeket 2018 tavaszán vizsgálták be utoljára. A tamási vizsgaállomáson érezték ennek az intézkedésnek a hatását.
Nagyon sok ember nem hozza műszaki vizsgára az autóját, körülbelül olyan 25%, aki elhalasztja, és most már ugye ez már harmadik éve vagy negyedik éve lesz neki, és addig műszaki nélkül közlekedik az úton. Amit azért néha felül kellene vizsgálni, fékeket, kormányt, egyéb dolgokat. Hát várjuk, majd a vége lesz ennek a pandémiás időszaknak, hogy akkor viszont majd mindenki egyszerre szeretne jönni, amikor majd torlódást okoz. Minden nap megvan, hogy hány autót csinálhatunk, megvan, ez egy zárt körű technológiás rendszer, itt megvan, hogy mennyi idő alatt folyik egy műszaki vizsga, és ezt nem lehet előrébb hozni, tehát ennek az időnek ki kell telni. Itt napi szinten körülbelül 10 autót műszakiztatnak le, így fontos, hogy minél előbb bejelentkezzenek a gépjármű tulajdonosok. A vizsgaállomás vezetője azt is elmondta, azon kívül, hogy nem biztonságos így a közlekedés, más hátulütője is van annak, ha nem rendelkezik az autó érvényes műszaki vizsgával. A biztosító ebben az esetben nem fog fizetni, hogyha kárt okoz. És azért most egy 22.500 forintos vizsgadíj mellett megspórol, de neki megy egy másik autónak, akkor viszont 100 000-eket kell neki fizetni, mert a biztosító ő rajta fogja végrehajtani. Ebben a bátaszéki autószervizben közel 100 autót vizsgálnak át havonta. Mattenheim Roland azt mondja, ők kevésbé tapasztalták ezt a jelenséget. Úgy vettem észre, hogy ügyfeleink, nyilván volt egy kis megtorpanás a mi vállalkozásunkban is, ez a vizsgáztatás területén, de aztán ugye az ügyiteli rendszerből mi folyamatosan kiértesítjük az ügyfeleinket erről a lejárt okmányokról, és ők is hallottak erről, a lehetőségről, de nagyon sokan nem éltek vele. Úgy veszük észre, hogy körülbelül egy 10%-kal kevesebb a vizsgáztatott darabszám a korábbi időszakhoz képest, de folyamatosan jöttek hozzánk vizsgáztatni. Most azonban ennek vége, ugyanis január 1-én hatályát vesztette az a kormányrendelet, amely szerint a veszélyhelyzet után 60 napig érvényesek még a lejárt okmányok és műszaki vizsgák. A december végén megjelent magyar közlönyben megszabták a végső határidőt, ami 2022. június 30-a lett. Eddig a napig mindenkinek kötelessége érvényesíteni az iratait. Ugye most nem csak a forgalmi engedély érvényesítésén van a hangsúly, hanem ugye ez egy műszaki megvizsgálás. Követően lehet érvényesíteni a forgalmi engedélyt, ugye fékfutómű világítás átvizsgálásra kerül, és azért sok esetben találunk ugye hiányosságokat, ezeket az ügyfelek megjavítatják, ugye, és most ezek az átvizsgálások elmaradtak, ezáltal ugye ez egy biztos, hogy egy baleseti kockázatot jelenthet a közúton. Az autószerelők és a vizsgáztatók arra kérik a tulajdonosokat, hogy minél előbb foglaljanak időpontot, nehogy kicsúszanak a júniusi határidőből. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!